Jó estét kívánok, de mielőtt beszélünk a homogenitásról, lehet, hogy érdemes beszélnünk egy percet Simicska Lajosról is, hiszen nem olyan régen könyvet is írt. Igen. Ebben a témában. Ugye a múlt év végén lehetett már hallani erről. Hogyan értékeli ezt a plakát történetet és a legújabb fordulatát? Hát én tényleg sokat foglalkoztam Simicska Lajossal, és mindvégig ambivalens érzéseim voltak. Ez a sztori például hát kifejezetten imponáló, valljuk be, mert hát amikor brutális hatósági erővel neki támadtak az ő oszlopainak, amit egyébként, és ez azért a másik oldala, hát egy borzasztó számára előnyös és a fővárosnak előnytelen szerződés révén szerzett meg annak idején, amikor még a Fidesz gépezetének egyik fő fogaskereke volt. Szóval, bár 2006-ban egyébként, igen, még korábbi igen. kormány idején, vagyis de, nem Fidesz kormány. Szóval amikor aztán kitört a háború, ugye a Fideszben sokakat a perifériára szorítottak már, és azok mindegyike ezt némán tudomásul vette, elment Brüsszelbe, vagy vállalt házelnökséget, vagy bármit, de Simicska volt az egyetlen, aki fölvette a kesztyűt, és hát ebben a sztoriban is hát valóságos háborút vívott, tehát nem abban merült ki a védekezése, hogy eljött mondjuk az egyenes beszédbe, és hát elsírta, hogy micsoda a jogtalanság történt vele, hanem őrzővédő embereket, sőt nem jött el. Az sokat. És hát most megnyerte a pert jogilag. Ez. Mi a különbség az egykori Simicska Lajos és a jelenlegi Mészáros Lőrinc szerepe között ön szerint? Nem tudom, hallotta-e Gulyás Gergellyel, már vitatkoztunk ezen még az adás elején. Hát mindenek előtt azt hiszem, hogy óriási, hogyan fogalmazok, intellektuális különbség van. Ugye Simicskát a zseniális, a fantasztikus agyú Lajosnak tartották a környezetében, és tartják, és hát ez valószínűleg nem véletlen. Ehhez képest Mészáros Lőrinc egy nagyon egyszerű stróman, aki hát a tulajdonképpen Orbán Viktor vagyon kezelőjének tűnik, és hát valószínűleg időként fogalma sincs arról, hogy mekkorára is terjed ki az a vagyon, amit kezel, vagy amit hát igazgat, ha egyáltalán igazgatja. Ezt honnan tudjuk? Ugye erre bizonyítékok nincsenek. Gulyás Gergely meg arról beszélt itt az adásban, hogy rendkívül ellenszenves, amikor valakit csak a sikere miatt bántanak, és még soha senkinek nem sikerült, bár ő biztatna minden oknyomozó újságírót konkrétan bebizonyítani, hogy melyik közbeszerzés volt törvénytelen. Hát nem a törvénytelen, mert úgy alakították, 2010 óta úgy alakítják a törvényeket célzottan, illetve olyan emberek ülnek a döntéshozó pozíciókba, akik ezeknek a hatalmas pénzeknek az elcsatornázását végzik, erről gondoskodnak. Hát egyébként meg azt tudom mondani, hogy hát végtelen ostobának és együgyűnek kell lenni annak az embernek, most nem Gulyásra gondolok, aki úgy gondolja, hogy ez a gázszerelő mester, aki egyébként 2008-ban még egy veszteséges céggel vergődött ott Felcsúton, az hát a Zuckerbergnél nagyobb zsenialitásról tett tanúbizonyságot hirtelen, tehát ez, hogy nem vagyunk naívak nyilvánvalóan. Ön szerint ezen ismerős az a jelenség. Ön szerint ezen úszhatott el többek között az olimpia? Nem, hát azon úszott el, hogy szerintem minden jel szerint a nem olyan régen még eléggé megosztott pro és kontra olimpia ügyében a budapesti közvélemény, az megérezte ebben az ügyben az Orbán rezsim elleni föllépésnek a lehetőségét, és ez ebbe igaza van Tarlós Istvánnak és bárkinek, hogy ez átpolitizálódott. Ez, ugye én úgy értettem, hogy a korrupció volt-e az, igen, ami hát az embereket elkezdte annyira zavarni, hogy összekötötték az olimpia ügyével, igen, és ezen keresztül az egyik, a tiltakozás lehetőségét. Igen, az egyik legsősebb ellenérv, hogy egy ilyen hatalmas rendezvény egy ekkora országnak, még akkor is, hogyha minden tökéletesen és tisztán és átlátszóan és takarékosan működik, akkor is hát iszonyatos és beláthatatlan terheket ró a országon. Lásd Görögország, a görög csődnek ez ott az egyik fő oka, de hát az Orbán rezsim esetében pedig, ahol hát a szemünk előtt zajlik az, hogy a hatalomnak, tulajdonképpen a hatalom koncentráción, megtartáson és végtelenig való centralizáson túl az anyagi javaknak a hatalmas mennyiségű megszerzése, felhalmozása, ez a kettős cél működteti az Orbán rezsimet. Bár Orbán Viktor egyébként mostanában egyre többet beszél nagyobb ívű gondolatokról és ideológiai témájú beszédeket tart, az etnikai homogenitás az egy elfogadható kifejezés bármilyen szöveg összefüggésben?
Hát én ott tartok már régóta, hogy nem lepődöm meg, vagy nem botránkozom meg semmin, amit Orbán Viktor mond, meg az ellenkezőjén sem, mert ez is nagyon gyakran előfordul. Természetesen megállapítja az ember, úgyis, mint volt törtem tanár, hogy hát mindenek előtt a Szent Istváni állameszménnyel megy ez szögesen ellentétbe, ugye ő azt mondta, hogy az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő, és be kell fogadni az idegeneket, vagy hát amire más is felhívta Dragomán György a figyelmet, hogy hát e fajta deklarációkat a Ceausescu rezsimben hangoztattak utoljára nagy vehemenciával, meg hát azt is mondhatjuk, hogy 1945 óta, vagy a holokauszt óta tisztességes valahol politikus nem beszél etnikai homogenitásról. De Orbán Viktornál szerintem az a helyzet, hogy ő tulajdonképpen semmit nem ideológiai meggyőződésből, vagy értékalapú meggyőződésből mond, hanem a hatalmi szempontjainak a használ vagy nem használ az, amit mond. Most ebben az esetben ez a kijelentés, ez nyilvánvalóan beleillik abba a nagy projektbe, amit a menekült kérdésnek a hiszterizálása révén folytat, és hát amivel meg tudta erősíteni a hatalmát. Ön biztos abban, hogy amit Orbán Viktor újra és újra különbözőképpen megfogalmaz a multikulturalizmussal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy ennek kudarcát látjuk Európában, ezt most Gulyás Gergely is visszhangozta itt a stúdióban, az nem meggyőződése? Ameddig a hatalmi törekvéseit szolgálja, addig meggyőződéssel hirdeti. Egyébként én azt tapasztaltam, hogy egyébként ez egy szerencsés politikusi tulajdonság, ahhoz a fajtához tartozik a politikusok körében, aki az érdekei szerint beszél, de rendkívül gyorsan tud azonosulni is azzal, ami az érdekeit szolgálja. Tehát valószínűleg a helyzetiből adódóan is, hát nyilván át is éli ezt, tehát egy olyan, hogy mondjam, olyan alakítója egy szerepnek a hatalmi színpadon, aki mélyen azonosulni tud a szerepével, de ugyanígy rendkívül mélyen azonosult a Szovjetunió ostorozásával, a keleti világ magyarságra való szörnyű veszélyként való fölfestésével, és hát most meg odáig jutott, hogy a kommunizmust is, meg a fasizmust is a nyugat-európaiak hozták ránk, szóval egészen abszurditásig mennek ezek a dolgok. Ugyanígy van a vallással és minden mással szerintem. De Orbán Viktor valószínűleg úgy is érzi, és mondjuk vannak erre utaló jelek, hogy nem alaptalanul, hogy a világban is most az ő elgondolása szerint alakulnak a dolgok, és neki segít az, ami Amerikában történt, ami látjuk, hogy Nyugat-Európában egyre több országban történik, ahol azért sokan figyelik aggodalommal a választásai, különböző választások eredményét. Új világrend van születőben, egy Orbánnak kedvező Európa kialakulóban? Hát azt hiszem, hogy súlyos problémákról, vagy akár válsághelyzetről lehet beszélni. Ezeknek az egyik centrális pontja a menekült válság. Ezt ő tényleg rendkívül jó szimattal, nagyon korán megérezte, hogy ebből politikai tőket lehet kovácsolni, és hát igen, a mindenféle populizmusok törnek erőre. Ez lehetőséget ad ennek az autokrata politikusnak arra, hogy egy kis ország vezetőjéből hát legalábbis az európai mainstreammel, a liberális demokratikus világképpel szembeni, tudom én, populista lázadók egyik hát vezér alakja legyen. Hogyha ő egy rendes komilfó demokrata lenne, akkor különösebb figyelem valószínűleg nem övezni a tevékenységét. És hogyha ennyire sikeres ez a politika, hogy már európai szintéren is messzire lehet jutni vele, akkor milyen esélye van arra, hogy Magyarországon legyőzhető? Hát túl messzire még nem jutott vele Orbán, de szóval minden esetre, hogy mondjam, számon tartják a populista vezetők között. Hát Magyarországon ugye választások közelednek, én mindenkit azzal kezdeném, hogy ez a választás olyan lesz, mint amit 1990 és 2010 között megszokhattunk, hogy nagyjából egyenlő versenyföltételekkel, nyílt, szabad, a média hozzáférést és minden egyebet tekintve többé-kevésbé azonos föltételekkel egy nyílt választás, hanem ugye tudjuk, hogy a Fidesz 2010 után a választójogi törvénytől kezdve, különösen az idén a médiaviszonyoknak
a brutális átalakításával, iszonyú hegemóniával, és lehetne még negyed óráig sorolni, hogy mi mindennel. Tehát azt hiszem tévednek azok, akik most is úgy latolgatnak, hogy mennyi esély van egy szabad választáson a Fidesz legyőzésére. Azt hiszem, hogy a Fideszt akkor lehet legyőzni, hogyha egyébként is az Orbán rezsim megroppan. Ennek most nincsenek jelei, de hát emlékezünk vissza 2014-re, amikor egymás után három választást nyertek nyomasztó fölénnyel, és két hét elteltével hatalmas tömegmozgások voltak, és benne volt a levegőben a rezsimmel szembeni tömegelégedetlenség. Sorra veszítették el az időközi választásokat. Minden bizonnyal fölülmérik most is a közüveinkot. Nyilván nem az ő hibájukból a Fideszt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét.